Az elmúlt héten elviselhetetlen kánikula volt, érvénybe lépett a vörös kód is. A napi munka elvégzése valamennyünk számára többszörös nehézségekbe ütközik, még akkor is, ha légkondival kompenzálunk a belső térben. Dráva völgyi kasztyudit mentőti számolt be a hétvége időjárásának következményeiről. A mentési adatokat szemlélve elmondhatjuk, hogy a régióban napi lebontásban kb. 450-500 mentési feladatot végeztek a kollégáim. Baranya megyében ez a szám kb. 150 darab volt Pécs és vonzás körzetében, ennek körülbelül a harmadát mondhatjuk. Ez, hogyha egy átlag napot szemlélünk, akkor összehasonlítva körülbelül 5-10 százalékos emelkedést jelentett. Az ájulások rosszul létek, fejfájás nem ritka jelenség ilyenkor. A keringési problémákkal küzdők, szívbetegek sokkal nagyobb veszélynek vannak ilyenkor kitéve. Többségében az volt jellemző, hogy általában ilyen vérnyomás ingadozások, melkasi panasz, fejfájások miatt kértek segítséget a betegek, az mindenképpen elmondható, hogy a krónikus betegségben szenvedő embereket minden esetben ez a nagy hőség megvisel. A régió területén sajnos a kollégáim több esetben is találkoztak keringés légzés leállással. Az időben megkezdett melkas kompresszióknak és az emelt szintű beavatkozásoknak köszönhetően kettő esetben ez sikerrel zárult, és a betegeket kórházakban tudtuk átadni. Sajnálatos módon a közlekedési balesetek is jelen vannak, amikor nagy a hőség. Ilyen akkor kisebb a koncentrálási képessége az autósoknak. A régió területén ebben a három napban sajnos több közlekedési baleset is történt, melyek többsége általában könnyűnek imponáló sérülésekkel zárult, azonban kettő esetet mindenképpen ki kell emelnünk. Tolna vármegye területén történt egy kamion és személygépkocsi ütközés, ahonnan egy középkorú férfi súlyos mákas és hasi sérülésekkel szállítottunk kórházba, illetve Baranya vármegye területén egy rollerrel közlekedő gyermeket személy még gépkocsi gázolt, őt az első ellátás, stabilizálás, fájdalomcsillapítás és rögzítéseket követően súlyos csontsérülésekkel adtunk át a területi legilletékes kórházban. A hőség igen nagy terhet rót az országos mentőszolgálat dolgozóira. Több száz mentési feladatot végeztek a hétvégén a régióban. A hőség még nem múlt el, a nyár jelentős része vissza van. A mindenkori jó tanács a sok folyadék fogyasztása, és a déli órákban ne tartózkodjunk a napon, könnyen napszúrást kaphatunk. A nagy melegben nő az infarktus veszélye is, valamint alvászavar is előfordulhat.